A közönség szemmel láthatóan nagy számban van jelen az idei megújult Sétatér Fesztiválon, akár az ételek, italok, de a koncertek és egyéb programok miatt is. Tetszik nagyon, vártuk, hogy végre lehessen jönni és lehessen szórakozni, úgyhogy örülünk neki. Hát a koncertek, azokat vártuk, meg az ételsor. Az idei fesztiválon eddig többek között a Besodron Gangsta Zoli Olái Bolya lépett a nagyszínpadra. Új lemezéről mutatott be válogatást az énekesnő. Azt gondolom, hogy hangszerelésben, harmóniában, szerkezetében, a dalnak a felépítési módjában egészen más. És mindig talál az ember egy-egy dalban egy olyan dolgot, ami még különlegesebbé teszi. A Sétatér Fesztivál immár 20 éve a régió borászatának, gasztronómiájának és kultúrájának közönség találkozója a Sétatéren az árnyas gesztenyefák alatt. Néhány pandémiás év kihagyása után idén ismét várja a Sétatér Fesztivál közönségét. A szervezők azt mondják, a szünet érlelően hatott a rendezvényre nézve, több újítást is bevezettek. Kicsit későbbre hoztuk a fesztiválnak az időpontját, hogy nagyjából össze tudjon érni a Fényfesztivál és a Sétatér Fesztivál, tehát gyakorlatilag 3 héten keresztül zajlik itt a fesztivál a Sétatéren. Új logót terveztünk, aminél hangsúlyos szerepet kap a város ikonikus helyszíne a Sétatérnek a gesztenyefája, ugyanis egy stilizált gesztenyelevél az új logója a Sétatér Fesztiválnak. Lesz piknik, pókrószos, szabadtéri mozi, idén először a felnőttek mellett a gyerekeknek is vetítenek filmeket.